zöld-feketében játszik majd az MVM Paks, az MTK pedig fehérmezben, kék nadrágban. Mindössze kétszer tudta az eddigi 12 próbálkozásból a Paks legyőzni az MTK csapatát. Négy MTK játékos a 16-os vonalán, ők beszélik meg, hogy ki merre induljon. És ott is a Fejes mellé! Nagyon nagy lehetőség maradt ki, Fejes! Fejes, azt is mondhatnám. Most viszont ez a helyzet. És egy távoli lövés, épp hogy mellé! Windecker! Túloldalon négy paksi játékos a hosszú kapufánál. Most indul be a rövidre Éger. Egedűs boxol megint. Még kevésbé lásson Molnár. Kanta lövése, és nem látta valóban Molnár. Kanta szabad rugásával vezet az MTK. 2 perc telt el a második félidőből, 1-0. A Győr elleni mérkőzés után megint gólt szerez Kanta József. Bori csavar, mellé! Kis hián megvolt az egyenlítés. Hopp, Báló elvétette, és ez nagy lehetőség. Vas Patrik, Vas gorítja vissza, Molnáról kipattan, még helyzet, és egy óriási védés. Molnár átért Fejes lövésére. Kis hián növelte előnyét az MTK. Vas Patrik lőhet kapásból, nem? Jaj, de szép csel, Vas! De jól csinálta pedig. Vas Patrik zavartalanul jöhet a jobb oldalon, és meg is kapja. Vas át a túloldalra, ott a helyzet, kimarad. Kanta szabadrugása, jó az, Molnár üti ki. Pöröskei, erre nagyon rákészült pedig. Biztosan jól játszik Vas Patrik. Íme Pöröskei lökete, nagyon kemény volt, Horváth Gábor állt bele. Horváth lövése, Molnár kitenyereli, ott a helyzet fölé, Vas Patrik. Tököli. Helyzet, Horváth Péter fölé. Pöröskei. Pöröskei lövése megpattan, gól, 2-0! Darami József leveszi a szemüvegét, ez megvan. Pöröskei Zsolt harmadik gólja ebben a szezonban. És haloványan, de már megszólal a szép volt fiúk, még azért egy picit várniuk kell, Molnár hibája! Vas Patrik! Az MTK tehát nagyon fontos 3 ponthoz jut, és 7 pontra növeli a pontjainak számát. A végeredmény MTK MVM Paks 2-0.